morate, možete i svjetske klupke. Može i luk. Bolje rukavice. Hello. Dobar dan. Na potijelo. Ali dobro. Današnja akcija je zamišljena kao veliko čišćenje mesne zajednice na volonterskoj osnovi naših aktivista. Učestvuje oko 50 naših, da kažemo, članova skupštine, saveta, aktivista i ostalih građana, predsjednika kućnih saveta i tako. Radi se nekoliko lokacija. Akcent je stavljen na čišćenje grafita. Dakle, na šest lokacija se čiste grafiti u saradnji sa predsjednicima skupštine stanara. Čiste se divlje deponije nekoliko lokacija u mesnoj zajednici. Gledali smo da bude ravnopredno zastupljen svaki deo našeg naselja. Prošle godine smo potpisali ugovor sa gradom za dobijanje sredstava za ekologiju. Naša mesna zajednica je u centru grada i faktički nismo mogli odraditi neke stvari koje se tiču direktne ekologije, pa smo zamislili da naših 50-ak aktivista koji su sada na terenu počnu da rade sa skidanjem grafita. U stvari, ova akcija je jedna kapisla da se pokrene jedna šira akcija da se uklone ružni grafiti sa naših zgrada. Znači, to je prvenstveno bilo. Pored toga imamo tri lokacije u samoj mesnoj zajednici, a najpoznatija je lokacija stara integralova zgrada koju niko ne održava, koja je postala stecište narkomana i svega, i to pokušavamo da malo sredimo, da malo dovedemo u red, da bi jednostavno, kao se zove, ličilo to na nešto. To je ipak 200 metara od centra grada. Ostale aktivnosti ćemo raditi, postoje još dve lokacije koje se nalaze, jedna se nalazi u sklopu Šenjine ulice i u tom delu, a druga je kod Kvantaške pijace. To ćemo isto pokušati danas da malo dovedemo u red. Osnovna stvar je da probudimo svest građana koji žive u zgradama, da se malo prisete kako se to ranije radilo, da malo održavaju svoju okolinu, jer oni koji žive u ovome, kao zove, kućama, njihova je zakonska obaveza da pokose travu, srede sve, a ovom akcijom želimo da malo i ove druge ljude uključimo u aktivnosti oko higijene rada. Danas smo u centru tri mesne zajednice na jednoj akciji gde, mislim, odnosno akcija koja je stvarno za svaku pohvalu i koja je za primer svima. Malo sam obišla okolo dečije igralište, kako se pokušava ukloniti na nekim mestima i one ružne grafite koji baš onako nisu dolični ovim našim zgradama i što će nam biti verovatno lepše. Evo tu u samoj mesnoj zajednici smo obišli koliko sve može od nevelikih sredstava, jer znamo da je mesna zajednica, odnosno sve mesne zajednice, još prošle godine dobili 150.000 iz ekoloških sredstava od grada i da može to jako, jako korisno da se potroši. Pa evo vidimo da su potrošili u mesnoj zajednici za takve stvari kojima će moći i u daljem sređivati svoju okolinu, a to znači da oni su i do sada i imaju i nameru i dalje. Ako kupuju lopate i jašove iz tih sredstava, onda znači da imaju nameru i dalje da brinu u svojoj okolini i svojoj sredini, i to mislim da je za svaku pohvalu, jer onda će i više da cene i oni sami i okolina i građani ako se to svojim rukama, svojim radom se uradi. I to moram reći da je jako divan osjećaj i jako lepo što mogu danas deo toga da podelim sa njima. Tako da je to mislim da je za primer svim mesnim zajednicama da malo ulepšaju okolinu i da se lepše osjećaju u ovom našem gradu. A naravno da će grad u tome uvek pomoći koliko može. Evo, tu su sredstva koja nisu jako velika, kao što sam rekla, ali može se jako lepo i korisno potrošiti. U ponedjeljak će biti raspisan konkurs za javne radove i trudimo se da svaka mesna zajednica dobije bar jednog higijeničara. Tako da je tu
pošto imamo 37 mesnih zajednica, znači treba to će biti značajno ako svaka mesna zajednica dobije po jedno par za letni period, a za ovu godinu iz ekoloških sredstava je predviđeno opremanje javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo i javnog preduzeća Palić Ludaš, da bi oni imali bolje opreme, da bi odradili ono što po programu ili možda čak i po nekom eventualnom širenju programa treba da odrade i svoje sopstvene delatnosti, odnosno delatnosti za koje su osnivani, a za mesne zajednice će uvek biti male podrške. Sad za ovu godinu je bilo predviđeno gorivo. Po 400, odnosno 400.000 dinara je bilo za mesne zajednice, za gorivo tamo gde mesne zajednice imaju kosilice, tako da uvek sa nekim, sa dali značajnim, dali sa malo manje sredstava, ali se trudimo da mesne zajednice pomažemo ako imaju ovakve divne ideje i akcije da sami urade nešto za svoju okolinu. Köszönöm három helyi közösségben egy nagyon-nagyon dicséretes és szép törekvés, akció közepette vagyunk éppen. A mai napra szervezték meg azt az akciót, amellyel a környezetüket szebbé teszik, amellyel a környező épületek, egy néhány környező épületen a graffitiket próbálják eltüntetni, ami elcsúfítja a környezetünket, és hát ugye az ő közvetlen a helyi közösségen lévő épületeket, a parkokat, játszóteret, ahogy láttam is, amit körben megnéztem, ugyanakkor maga a helyi közösség épületét csinosítják, szépítik a parkot, ezt a kis udvarkát, amiben itt most vagyunk, és hát ezt összekötik egy kellemes akcióval, azon kívül hát az eszközöket, amelyeket a várostól kaptak, mintegy 150.000 dinár, ebből tovább ilyen eszközöket, lapátokat, ásókat és ilyesmit vásároltak többek között, és ez azért is dicséretes, mert annyit jelent, hogy egy folyamatos karbantartás és egy folyamatos odafigyelése van a helyi közösségnek, a környezete, a saját környezetüket, tehát a továbbiakban is igyekezni fognak szépíteni, és ez biztos, hogy majd utána azoknak a polgároknak, akik itt élnek, valóban sokkal jobban fognak ők is vigyázni, és mindannyian. Tehát ez egy nagyon-nagyon dicséretes és nagyon szép akció, ami ma itt folyik. Akkor milyen akciók vannak még esetleg a helyi közösségek? Ugye minden helyi közösség kapott-e ugyanekkora pénzösszeget ugyanerre a dologra? Igen, hát ez még az elmúlt évben történt. Ki milyen módon használta föl az eszközöket. Most itt ennek vagyunk tanulni. Továbbá ugye tűnik el majd hétfőtől indul a pályázat a közmunkákra, amit szintén a város ezt a tartományjal együtt pénzeli. Ezekben minden helyi közösségre igyekezni fogunk legalább egy olyan embert biztosítani, aki az ilyen karbantartás, fűkasszálás és egyéb más ilyen dolgokat fog végezni, és ezzel is hozzájárulni ahhoz, hogy a környezetünk szebb és tisztább legyen. Ugyanakkor az ökológiai pénzekből, vagy a környezetvédelemre előlátott eszközökből a város ebben az évben mintegy 14 millió dinárt választott ki, részben a köztisztasági vállalat, részben a Palisúgas közvállalatnak gépek vásárlására, amelyel minőségesebben tudjuk elvégezni azt a munkát, ami a program szerint az ő tevékenységük. Ugyanakkor a továbbiakban mindig támogatni fogja a város azokat a helyi közösségeket, vagyis hát az összes helyi közösséget, az ilyen törekvésekkel és az ilyen kisebb nagy összegekkel, amivel valóban nagyon hát sok mindent jó kihasználása, sok mindent meg lehet csinálni. Ezen kívül volt az a 400.000 dinár az idén, amit üzemanyagra lehetett fordítani a helyi közösségek, fűkasszálónak az üzemanyagára és így tovább. Tehát azok, akik igyekeztek, akik szervezettek, és akik ezt meg tudják szervezni, azok valóban nagyon szépen kicsinosíthatták a környezetüket. És ez mindenképpen dicséretes, és támogatni fogja a városot továbbiakban is.